estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Itt a vakáció, pihenhetnek a gyerekek a következő két hónapban. Az azonban nem mindegy, hogyan teszik ezt. Hamarosan gyermekpszichológus mondja el tanácsait, de nem csak ezzel készültünk mára, íme a teljes kínálat. Semmelweis nap, idén is egészségügyi dolgozókat díjaztak. Vakáció pihentetően, ezekre figyeljünk a gyermekeknél nyáron. Javuló útminőség, a vármegyében is fejlesztik az autópálya felületét. Semmelweis napi ünnepséget tartotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház a vármegyeházán. A rendezvényen szakmai elismeréseket és előmeneteli kitüntetéseket adtak át a térség egészségügyben dolgozók kiválóságainak. A Magyar Egészségügy napját 1992 óta minden év július 1-én tartják. Ezen a napon született 1818-ban Semmelweis Ignác, az orvostudomány történetének egyik legnagyobb alakja. Több életet mentett meg, mint bármely más orvos a világtörténelemben. 2018-ban születésének 200. évfordulóján ezekkel a szavakkal méltatta az Egészségügyi Világszervezet Semmelweis Ignácot, az anyák megmentőjét, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyiláz leküzdésében. Július 1-e 1992 óta a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. A Vármegyei Oktatókórház ez alkalomból nagyszabású eseményen ismeri el legkiválóbb szakembereinek munkáját. Ez az a nap, ami arra hivatott, hogy valamilyen különleges módon fejezze ki a társadalom megbecsülését az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók számára. Talán a nézők számára ez, hogy egészségügyi és ben, ez nem feltétlenül nyilvánvaló, hogy mit jelent. Az egészségügyi dolgozóknak hívjuk ma azokat, akik orvosok, ápolók, betegágy mellett dolgoznak, és egészségügyben dolgozóknak mindazokat, akik ezt a munkát borzasztó komoly egyéb apparátussal, munkaügyi, titkársági, adott esetben műszaki segítséggel segítik. Természetesen ez a legjelentősebb ünnepe a magyar egészségügynek. Intézményünk is nagyon fontosnak tartja, mert úgy gondoljuk, hogy a jó munkát azt meg kell dicsérni, és minél inkább szebben és emlékezetesebben tesszük ezt, annál inkább komolyabb érték, komolyabb motiváció a jelenleg változó, elég komoly, nehéz körülményekkel szembenéző egészségügyi dolgozók számára. Kik kaphatnak kitüntetést, kinevezéseket a Semmelweis nap alkalmából? Ugye mi vagyunk az ország egyetlen teljes mértékben integrált kórháza, ami azt jelenti, hogy a vármegyében található kórházak és Nyírbátor szakrendelő tulajdonképpen egy kórháznak számít. Kisvárda az egyetlen kis kivétel, aki a görög-katolikus egyháznak a fenntartásában van, de a Kisvárdai Kórháza is nagyon komoly funkcionális integrációban végezzük a tevékenységünket. Úgyhogy ezt össze lehet számolni, ez 6 kórházat legalább ki fog tenni. Mindazok a kollégák, akik ezekben a kórházakban dolgoznak, pályázhatnak az adjunktusi főorvosi címre. Nagyon fontosnak tartom, hogy intézményünkben a szakmai vezetőtestület által kidolgozott szabályfeltételrendszer van ahhoz, hogy ki az, aki alkalmas lehet pályázni ezekre a kitüntető címekre. Gyakorlatilag hónapokon keresztül történik az a folyamat, amikor eldöntjük kollégáinkról, hogy elérték-e már annak a feltételét, hogy ezt a címet odaadhassuk. Azért is nagyon fontos ez egyébként, mert igenis rangot szeretnénk adni annak, hogy valakit adjunktusnak vagy főorvosnak hívjanak a betegek, és emögött egyébként tudományos tevékenység mellett nagyon komoly szakmai munkát várunk el, és nagyon komoly része a pályázatnak az, hogy a közösségért, a kórházért, ezért a kórház együttesért milyen belső további feladatokat vállalnak a kollégák. A Semmelweis díj, ugye az a mi kitüntetésünk, ez egy adományozott cím, itt nem maguk a kitüntetettek jelentkeznek rá, hanem itt is van egy belső szabályrendszerünk, valamennyi intézményünkben dolgozó
terület és kolléga reprezentált a kitüntetettek között. Nyilván van itt egy dolgozói létszám arányosított lehetőség, hogy melyik a kisebb kórházakból kevesebb, a nagyobbakból több kitüntetést tudunk odaadni. És itt pedig az orvosigazgatók, ápolásigazgatók, illetve a gazdasági terület és HR területnek a vezetői azok, akik a javaslatokat összegyűjtik, és aztán egy szakmai vitában körültekintően azt mérlegel, hogy az illetők közül valaki esetleg már korábban kapott-e, nem kapott díjat, milyen tevékenységet folytatott, így döntünk arról, hogy ki kaphat kitüntetést. Az ünnepségen 17 orvos, egy-egy ápoló és diagnoszta, valamint 11 háttérben dolgozó kolléga vehetett át Semmelweis napi kitüntetést. Köztük Borcsik László, aki 2011 óta a Nyíregyházi Józsa András Takkórház neurológus szakorvosa, adjunktusi kinevezését 2017-ben vette át. Jelenleg a neurológiai osztály stroke részlegének vezetője, aki saját kórtermei mellett felügyeli és irányítja a részleg munkáját. A kitüntetés a szakmán belüli elért teljesítményt tükrözi tulajdonképpen. Ez nem csak a kollégák részéről, hanem nyilván a kórházi vezetőség részéről is nagy megtiszteltetés jelent számomra. Az ünnepségen 7 főorvosi és 12 adjunktusi kinevezést is átadtak. A jeles eseménynek évek óta a Vármegyeháza Besenyei nagyterme ad otthont. Úgy gondolom, hogy méltóképpen kell megünnepelni a Semmelweis napot, és megköszönni az orvosoknak, ápolóknak, az egészségügyben dolgozóknak azt az áldozatos és szolgálatkész munkát, amelyet végeznek értünk. Hiszen amikor valaki egészségügyi ellátásra szorul, akkor nagyon kiszolgáltatottá válik, és bizony azokban az emberekben bízik meg, akikkel ott találkozik a különböző intézményekben, az ápolókban, orvosokban, és azt hiszem, hogy ezt a munkát ezt nem elég egyszer megköszönni, de természetesen Semmelweis napon igyekszünk még nagyobb figyelmet fordítani rájuk. És azért is nagyon fontos munka az, amit végeznek, mert ők is ugyanúgy emberek. Ők is van, hogy fáradtan kelnek egy nap, ők is van, hogy éppen problémákkal küzdenek, de amint a munkájukat felveszik, amint szolgálatba állnak, akkor ezt nem vehetjük észre rajtuk, és azt hiszem, hogy ehhez kell igazából a nagy erő, és ezt az erőt, és ezt a kitartást, és ezt a szolgálat és áldozatkészséget szeretnénk megköszönni a mai napon is. Az elmúlt hét pénteken hivatalosan is lezárták az előző tanévet, megkezdődött tehát a vakáció a gyermekek számára. A következő 2 hónap így a pihenéssel telhet. Sok múlik azonban a szülőkön, hogy szeptemberben élményekkel feltöltődve kipihenten térjenek majd vissza az iskolapadba. A gyermekek lelki fejlődéséhez nyáron is meg kell találni az egyensúlyt számos területen. A részletekről Olá Gabriella gyermekpszichológust kérdezem, jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét. Nos, mi az első dolog, amire érdemes odafigyelni, amikor kitör a nagy vakáció? Annak idején Rasburg Jenő mindig azt javasolta, hogy először a szülők menjenek el kettesben pihenni, és készüljenek fel az együtt töltött időre, hogy ne a gyerekeken csapódjon a feszültség. Óriási túlingereltségben vannak ma a gyerekek, azért ezt látjuk. Okosan érdemes tehát a pihenést kihasználni, a vakációt. Így van. Nagyon fontos nyilván az is, hogy a szülők is tudjanak pihenni a nyáron, de talán itt az első megkönnyebbülése az iskola végeztével mindenképpen a gyerekeknek jár, és az első nagy pihenés az róluk szóljon. Ez lehet, hogy még ilyenkor jó, hogyha egy kicsit a passzív pihenés. Nagyon elfáradnak a gyerekek, főleg mentálisan, szellemileg, lelkileg is kimerülnek nem csak a tanulásban, hanem az iskolába járás egész éves nehézségeiben vagy mindennapjaiban, úgyhogy szerintem itt az első hetekben lehet őket nyugodtan hagyni pihenni, és aztán jöhetnek a programok, de így, ahogy említetted, valahogy okosan, egyensúlyban tartani azt, hogy tábor is legyen, hasznos elfoglaltság legyen, és legyen ténylegesen olyan kikapcsolódás, amit csak azért csinálunk, mert szeretjük, és amiben egy picit hosszasabban el tudunk mélyülni, nem kell mindig figyelni az órát, nem kell mindig időre valahová rohanni, sietni, hiszen a tanév az sokszor erről is szól. Egy teljesen más üzemmód a családok számára. Teljesen más üzemmód. Így a legelején viszont még azért a bizonyítványnak az eredményei eléggé meghatározzák a családi hangulatot. Mennyire kell
akár mondjuk büntetni egy gyereket bármilyen megvonással, hogyha nem olyan a bizonyítvány, mint ahogy a szülő azt elvárta volna. Hát azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül a büntetésen van a hangsúly, inkább a tanulságok levonásán. Nyilván, hogyha egy gyermek nagyon jól teljesített, vagy önmagához képest sok erőfeszítést tett. Ugye itt is fontos, hogy ne csak az érdemjegyeket figyeljük, hanem azt is, hogy mennyi munka, vagy mennyi erőfeszítés van mögötte, hiszen ebben azért nagyon különböznek a gyerekek, hogy kinek milyenek az adott képességei, és jó, hogyha ezt értékeli a szülő, vagy ismeri el. És vannak olyan gyerekek, akik sajnos sosem kapnak valami jutalomkönyvet, vagy oklevelet, mert az iskola által támasztott ilyen irányú mércéket nem érik el, de hogyha a szülő úgy gondolja, hogy az ő gyereke abban az évben igenis megtette, amit tőle telt, azért nyugodtan lehet akár otthon is készíteni valami kis elismerő lapot, és értékelni őket. Ha pedig valamilyen kudarccal, mert talán pótvizsgával vagy bukással végződött a tanév, akkor pedig érdemes erre majd egy tervet készíteni, hogy hogyan sikerülhet mégiscsak teljesíteni, hiszen azért itt a gyermeke valószínűleg ő is ezt negatívan éli meg, ő is kudarcnak éli meg, és hát meg kell nézni, hogy akkor önállóan fel tud elkészülni, vagy segítséget kell igénybe venni, megvannak egyáltalán a tankönyvek, az anyagok, ezeket be kell szerezni, tehát érdemes nem az egész nyarat ezzel a tanulással tölteni, de valami tervet, valami tanulságot a szülő is vonjon le, a diák is vonjon le ebből a sikertelenségből. És egy picit beszéljünk a másik végletről, amikor valaki nagyon jól teljesít az iskolában, és innentől kezdve semmilyen más irányú elvárás nincs a szülő részéről, hiszen a gyerek olyan jól tanul, akkor már semmit nem kell csinálnia, mert neki az a dolga, hogy tanuljon. Ebben hogyan tudunk egyensúlyt teremteni? Hát azért fontos, hogyha onnan kezdtük, hogy akkor legyen egy passzív pihenés, vagy induljon talán ezzel a nyári szünet, de talán ugyanúgy fontos az egyensúly megtalálása, hogy valami fajta napirend azért legyen, vagy valami tervezés legyen a nyárra, különben teljesen elfolynak, szétfolynak a napok. A gyerekek is sok mindent szeretnének, és aztán egyszer csak ott a nyár, és akkor azt mondják, hogy jó, ez se fér bele, vagy pedig egyszerűen csak úgy elmúlt a nap, tehát érdemes akár egy közös családi tervezést csinálni, felmérni azt, hogy mire van igénye a gyerekeknek, milyen ötleteik vannak a szülőknek, és ezeket lebontani hetekre, és akár a napokban is. Nagyon fontos azért, hogy nyáron is kipihenjék magukat a gyerekek, az azt is jelenti, hogy éjszaka aludjanak, nagyon könnyen felborul itt a bioritmus, hát a kamaszoknál ez már teljesen, még évközben is sajnos, de a kisebbeknél is látjuk, hogy egy okos eszközzel hajnalokig fent vannak, vagy videójátékkal, ami azért az agyfejlődés, a figyelem koncentráció, az idegrendszer működése szempontjából nem egészséges, tehát azért nyáron is, most nem arról van szó, hogy egyszer-egyszer nem fordulhat ez elő, de tartósan ne legyen az, hogy éjszakáznak és nappal alszanak, azért sem, mert akkor a családi programokból is kimaradnak esetleg. Tehát legyen valami napirend, amiben legyen lehetőség kreatív dolgokra, és legyen egy kis lehetőség házi munkára is akár, vagy közös családi programokra. Nyugodtan be lehet vonni a gyerekeket, és hogyha együtt csinálják ezt a szülőkkel, az néha motiválóbb, de az is lehet, hogy a szülők is kiadja a feladatot, tehát egy napra egyet, kettőt nem érdemes nagyon sokat, és egy bevásárlásba, egy közös bogrács készít főzésbe, ugyanúgy részt vehetnek a gyerekek is. Egyre többet lehet olvasni arról, hogy milyen fontos lenne hagyni a gyerekeket unatkozni. Miért van ennek jelentősége? Igen, a gyerekeknek mostanában nincs idejük sem unatkozni, és nincs lehetőségük sem unatkozni, mert nagyon sok ingerrel találkoznak, mindig elérhetőek ezek, főként most az okos eszközökre gondolok, és ezek annyira vonzóak, hogy tényleg teljesen beszippantják a gyerekeket, nem is gondolkodnak azon, hogy mi más lehetne helyette csinálni. Pedig nyilván most már nagyon sok helyen lehet arról olvasni, hogy milyen
káros hatásaik vannak ezeknek az eszköz használatoknak. Említettem itt például a figyelemre gyakorolt hatását. Nagyon sokszor találkozunk tanulási nehézség mögött figyelemzavarral, és kiderül, hogy kisiskolások nagyon-nagyon túlzott mértékben használják ezeket az eszközöket. Tehát érdemes nyáron is nem a könnyebbik utat választani, mert ez például a szülőnek is nyilván kényelmes, hogy a gyerek jól el van a hűvös szobában, játszik, de közben nem mozog, helytelen a testtartása, akár nassol, közben nő a testsúlya, és akkor a többi hatásról nem is beszéltünk, tehát mindenképpen érdemes ezt korlátozni. Ugye, megbeszélve arról, hogy a szülővel való kapcsolat is sérül. Sérül és csökken. Illetve, hogyha ugye a szülő el akarja venni ezeket az eszközöket, az óhatatlanul valamilyen vitához vezet, és tényleg néha a fáradtság vagy a családi béke kedvéért úgy gondolja a szülő, hogy inkább akkor hagyjuk ezeket a dolgokat, pedig ezt tudomásul kell venni, hogy a gyerekek maguktól azért nem válnak meg szívesen ettől az eszköztől, mert hogy ez annyira vonzó és szinte tényleg, vagy hát konkrétan is függőséget is tud okozni. Tehát bele kell állni a szülőknek, és ezt a kellemetlen feladatot fel kell vállalni, hogy ezeknek az időhatárait betartsák. Ugyanakkor a kreativitást is csökkenti, hogyha csak az okos eszközzel tölti az idejét. A fantázia tevékenység nagyon fontos lenne egy gyereknek. Így van, hogyha elvesszük ezt az eszközt, vagy csökkentjük a használatát, akkor azt tapasztaljuk, az első reakció az a gyerek részéről, hogy unatkozom, és fel alá járkál, akár dühös, irritált, tele van feszültséggel, amit gyakran a szülőn tölt ki, hogy nem találja a helyét, nem találja, hogy mivel foglalja le magát. De hogyha türelmesen ezt meg tudjuk várni, akkor ez csak egy-két napig tart, és utána pedig mindig arról számolnak be a szülők, hogy a gyerek egy csomó mindent felfedez újra, vagy pedig újonnan. Nyilván ebben segíteni is kell neki, hiszen ha csak úgy magára hagyjuk, hogy találja meg, akkor nem biztos, hogy megtalálja, de hogyha hívjuk, bevonjuk, megmutatjuk neki, hogy mit lehet helyette, társasjátéktól kezdve, könyvolvasáson keresztül tényleg az otthoni tevékenységek, egy közös kirándulás, sportolás, görkorcsolya, biciklizés, tehát számos lehetőség adódik, akkor azt látják a szülők is, hogy pár nap után megtalálja a gyerek azt, amiben elkezd legózni, újra felfedezi, például belemélyed órákig, amiket korábban már csak azért is utasítottál, mert egyszerűbb volt az eszközhöz nyúlni. Ugyanakkor azért a szülőnek ebben nagyon nagy felelőssége van, mert azért manapság azt is látjuk, hogy maga a szülő is rengeteget használja ezeket az eszközöket, és nyilvánvalóan akkor a gyerektől hogy tudja elvárni. Így van, itt azért a mintaadás és a modellkövetés nagyon fontos, tehát hogyha mi azt kérjük a gyerektől, hogy csökkentse, akkor ez nyilván szülőnek is érdemes ugyanúgy erre odafigyelni, és helyette valami közös tevékenységet választani, és akkor a nyár egy kicsit a szülőknek a pihenéséről is kell, hogy szóljon, ami nem feltétlenül csak abból áll, hogy állandóan valami programot szervezni, hanem otthon is lehet pihentetően, tartalmasan eltölteni egy napot, vagy csak egy kis rövid kimozdulással. A lényeg az, hogy jó hangulatban, vagy kellemesen együtt legyen a család. Vagy akár a barátokat is be lehet ebbe vonni. Hát a gyerekeknél mindenképpen érdemes valamilyen játszótársat hívni, vagy engedni, hogy találkozzanak. És akkor itt egy kicsit a táborokról is szót ejthetünk, hiszen nagyon gyakran a gyerekek a táborban töltik a nyári szünet egy jelentős részét, ami nagyon fontos az ő szocializációjuk szempontjából is, meg hasznos, nyilván annyi mindent tudnak ezek a táborok kínálni, ami otthon esetleg nincsen, vagy ugye levesz a szülőválláról jelentős terhet, de hogyha azért táborról táborra jár a gyerek, az is nagyon fárasztó az lehet egész nyáron, így van. Tehát itt is optimálisan azért meg kell választani, hogy egy tábor, egy pihenő hét a nagymamánál, vagy otthon még egy hét tábor, ne zsúfoljuk túl, hiszen ott is időre kell kelni, ott is be kell tartani bizonyos szabályokat, ott is alkalmazkodni kell. Mi a helyzet az ottalvós táborokkal? Ez hány éves kortól ajánlott? Illetve hát látjuk, hogy nagyon nagy eltérések vannak. Vannak gyerekek, akik nehezen viselik ezt, akik azonnal haza akarnak menni. Mennyire kell ebben a szülőnek
engedni, vagy meddig hagyjuk, hogy a gyerek még nyüglődik egy kicsit a táborban, aztán majd megszokja, vagy szaladjunk érte, hogyha a gyerek szól. Hát igen, ez mindig egy nehéz kérdés, hogy hány éves kortól, ugye azt mondanám, hogy 9-10-11, de itt nyilván nagyon nagy egyéni eltérések is vannak, van amelyik gyerek nagyon sok időt töltött már a nagymamánál, hozzá van szokva ahhoz, hogy a szüleitől távol legyen akár több napig is, és van, aki pedig még 11 évesen is, vagy még később életkorban sosem töltött egy éjszakát sem távol a szüleitől, azok ne az ott alvós táborral kezdjék, itt azért általában azt javasoljuk, de egy-két éjszakával barátoknál vagy ismerősöknél, tehát egy kicsit azért erre trenírozni kell a gyerekeket, fel kell készíteni őket. Van, amikor ugye ők is viaskodnak, mert nagyon vágynak is, meg az osztálytársak is mennek, de közben tele vannak, vagy lehetnek szorongásokkal is, és szülőként is itt a viaskodás, hogy azonnal menjünk érte, vagy próbáljon egy kicsit kitartani. Azért fontos, hogyha biztosítjuk arról a gyermeket, hogy ő tényleg érzelmileg is biztonságban érezhesse magát, hogyha nagyon olyan a helyzet, akkor érte fogunk menni. De értelmes azt, inkább azt próbálni, hogy az egy-két éjszakát inkább aludjon ott, és akkor ha nagyon nagy, még mindig nem érzi jól magát, vagy mindig valami probléma van, akkor inkább utána, tehát ne rögtön talán az első éjszaka szaladjon érte a szülő, és lehet, hogy már a később erre nem is lesz végül szükség. Beszéljünk egy kicsit az idősebb korosztályról, kamasz gyerekekről. Nekik hogy érdemes tölteni ezt a két hónapot, jó két hónapot? Hát igen, a kamaszokkal már kicsit nehezebb a helyzet. Ugye egyrészt én azt látom, hogy sokan már, ha elérik azt az életkort, akkor diákmunkát vállalnak, ez egy nagyon fontos tapasztalat mindenképpen, és ez megadja azt a napirendet is, amiről beszéltünk, motivációt, a pénzszerzési lehetőség, önállóságot, tehát ez nagyon hasznos. Ugyanilyen hasznos, és most már ugye kötelező nekik ezek a közösségi szolgálati tevékenységek, nagyon jó, mert ezek is egy kicsit kimozdítják, keretet adnak az idő, a nyárnak ne folyjon annyira szét. Nyilván náluk már nagyobb, nehezebb hatni arra, hogy mennyit használják az eszközöket, ott abszolút ez a kapcsolattartásnak a fő eszköze, de azért itt is próbáljunk figyelni, hogy nem minden családi programból vonják ki magukat. Igen, mert hogy itt meg pont az ellenkezője várható, hogy a leválásra való törekvés inkább a kortársak felé fordul. Inkább itt már őket nehezebb ezekbe becsábítani, de hát lehet biztosan olyan kompromisszumot kötni, ami mindenkinek jó, és nem kell azt sem hagyni, hogy egyáltalán ne találkozzanak, vagy ne vegyenek részt azért semmilyen családi programban a kamaszok. De nyilván ők már itt egy kicsit szabadabban élnek. Itt is fontos a kortársakkal való nem csak virtuális, hanem valós kapcsolattartás, és sokszor én azt tapasztalom, főként a szorongásra hajlamosabb kamaszoknál, hogy a nyár az nehéz időszak, mert hogyha nyaralnak a barátok, nyaralnak az osztálytársak, ő pedig sokat van egyedül a szobájában, a saját gondolataival, akkor néha ilyen negatív, negatív irányba indulnak el, a hangulata is sokszor ilyen negatívá válik, hogyha csak azt látja, hogy mindenki más, milyen jól érzi magát, milyen programokon van, ő pedig csak otthon ül, úgyhogy érdemes neki is egy kis valami konkrét tervet készíteni a nyárra, mivel fogja elfoglalni magát, hogy ne jöjjenek ezek a frusztráló gondolatok. Olá Gabriella, nagyon köszönjük, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad velünk. Köszönöm szépen. 2025-ig országosan összesen 538 km gyorsforgalmi út újul meg, közölte a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A munkák ütemezésénél figyelembe kell venni a nemzeti ünnepeket és az országos jelentőségű eseményeket. Ezek ideje alatt nem végeznek munkát az autópályákon a szakemberek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében jelenleg Nagykálló térségében zajlanak felújítási munkák, de a következő hetekben és hónapokban más szakaszokon is fognak dolgozni. Egy nemzetközi felmérés szerint, ha valaki egy hosszú távú vezetést megelőző 24 órában 5 óránál kevesebbet alszik, olyan mértékben romlanak a reflexei és olyan tüneteket produkál, mintha megivott volna 2 korsó sört. A reakcióidő meghosszabbodik és csőlátás alakul ki. A megfelelő alvás mellett a kreszt betartása is fontos, hogy autópályán elkerüljük a baleseteket. Ilyen a követési távolság tartása.
130 km/órán 70-75 méter a biztonságos követési távolság, hogy meg tudjunk állni, ha kell. Például, ha észrevesszük, hogy felújítási munka zajlik az autópályán. 2022. szeptemberében közel 1300 km út fenntartását vette át a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, tavaly pedig elkezdődött Magyarország eddigi legnagyobb gyorsforgalmi út felújítása, ami azt jelenti, hogy 2023 és 2025 között 538 kilométeren teszik rendbe az utakat. Ez az országos hálózat 43%-a. Az M3-os az egyik olyan pályánk, amelyik egyrészt nagyon terhelt, másrészt amelyiken nagyon sokat dolgozunk. Előttem vannak a tavalyi adatok. A tavaly az M3-as esetében több mint 1 millió négyzetméteren cseréltük a tönkrement burkolatot új aszfaltra, és az idei évben 1 millió 700 ezer négyzetméteren tervezzük az M3-ason a burkolat cserét. Ha az M3-asról beszélünk, akkor ugye nagyon sokan lehetnek, akik Szabolcs megyét, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét Budapest irányából közelítik meg. Az ő számukra egy fontos információ az, hogy az M3-asnak a, hát mi bevezetőnek mondjuk a budapesti része, ami még hozzánk tartozik, ott jelen pillanatban is zajlanak a felújítások. Ez azt jelenti, hogy ott három forgalmi sáv van plusz egy üzemi leálló sáv, tehát oldalanként 4-4 sávról beszélünk. Ezt teljes egészében megújítjuk, nagyjából 140 ezer négyzetméteren, és ezeknek a munkáknak a vége június 30-a. Tehát, hogyha valaki majd érkezik az M3-ason Budapestre, vagy az M3-ason hazafelé tartana Szabolcs megyébe, és az M3-ason keresztül szeretne lejutni, akkor június 30-a után már nem kell számítania a bevezető szakaszon a munkákra. Ami pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei részeket illeti, ott most kigyűjtöttem, készül erre a beszélgetésre az adatokat, és azt tudom mondani, hogy jelenleg Hajdúnálás térségében van egy csomóponti és pihenőhely zárásunk, amely július 19-éig tart, ez az országhatár felé tartó oldalt jelenti. Budapest felé ugyanezen a szakaszon, meg majd augusztus 21-e után lesz szeptember végéig egy felújítás. Ami még jelenleg zajló munka, az Nagykelló térségében van ott egy rövidebb szakasz, ott július 5-éig dolgozunk, mind a két irányban, tehát a Budapest felé tartó oldalon és a határ felé tartó oldalon is. Ugye sokan nem tudják, vagy nem biztosan, hogy tudják, de hogy nekünk úgy szól a Magyar Állammal kötött fejlesztési szerződésünk, hogy tekintettel kell lennünk a nemzeti ünnepekre, illetve a nagy nemzetközi sporteseményekre is, vagy országos jelentőségű eseményekre, mint például a Magyarország uniós elnöksége, vagy éppen a Forma 1. Ezért a különböző felújításoknál, ezek ütemezésénél ezekre is figyelnünk kell. Ez azt jelenti, hogy az M3-asnak az önök megyéjét érintő szakaszán a Forma 1 ideje alatt és az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alatt sehol semmilyen munka, felújítás és munkavégzés nem lesz. Tehát ez két olyan időpont, ami alatt és ami környékén előtte és utána egy-egy nappal biztosan nem dolgozunk. Lesz az országhatár felé tartó oldalon a Nyíregyháza déli csomópont után június 27-e és július 10-e között egy munkavégzésünk. Lesz Nyíregyháza kelet csomópontjában egy zárásunk az országhatár felé tartó oldalon július 11-e és augusztus 16-a között. Ez egyébként még tervezés alatt van, tehát itt a dátumok változhatnak. Két munka lesz még az M3-ason abban a megyében. Görbeházánál az országhatár felé tartó oldalon augusztus 21-e után kezdünk el dolgozni. Itt az M3-as, M35-ös elválásáról beszélünk. Ott a munkát a kollégáim szeptember 10-ig befejezik, és van még egy negyedik munka is, ami még előttünk áll az M3-ason, az Nyíregyháza kelet csomópont környéke, a Budapest felé tartó oldal. Itt is augusztus 21-e és szeptember 4-e között fogunk dolgozni, tehát az augusztus 20-ai nemzeti ünnep után. Ami fontos az M3-assal kapcsolatban, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei részen nagyjából 27 kilométernyi utat fogunk megújítani az M3-ason, tehát olyan hosszúságban, 27 kilométer hosszúságban cseréljük majd a burkolatot. Ugye ez nem csak a felső koporétegnek, néhány centis koporétegnek a cseréjét jelenti, hanem azt jelenti, hogy amikor egy zárás elkészül, a kollégáim rámennek egy marógéppel, akkor a felső néhány centiméteres réteget fölmarják, és megnézik, hogy az alatta lévő kötő réteg sérült-e.
hogyha a kötőréteg is sérült, azt is fölmarják, és megnézik, hogy az alatta lévő alapréteg sérült-e, és egészen addig végzik az útnak a marását, amíg nem találkoznak az első olyan réteggel, amelyhez már nem kell gyúlni. És ez azért fontos, mert hogy nem csak a tetejét tesszük rendbe az útfelületnek, hanem hogyha a műszaki mérések, a paraméterek ezt indokolják, látszik egy sérülés, akkor mélységében is hozzányúlunk az úthoz, mert azt gondoljuk, hogy jogos igény az utazók részéről, hogy jó minőségű úton szeretnének közlekedni. Ugye a beszélgetés elején azt már elmondtam, hogy nagyjából az általunk működtetésre átvett pályának a 43%-át kell felújítanunk, ez nagyon nagy mennyiség. Ugye mi mindig négyzetméterben számolunk, nem pedig hosszban, azért mert a felújításokhoz szükséges aszfalt mennyiséget négyzetméter alapon tudjuk kiszámolni, de azt lehet mondani, hogy a teljes főpályának a 19-20%-a az, ami tavaly is megújult, és idén is megújul. Ami még egyébként a nyárral kapcsolatos fontos információ az az, hogy korábban azt terveztük, hogy az M7-esen nem lesznek munkáink, de a nyári időszakban, mivel nagyon nagy a forgalom az M7-esen, és emiatt felgyorsult a burkolatnak a romlása, a Budapest felé tartó oldalon kell számítani majd munkavégzésre Székesfehérvár és Velence között, de csak úgy, hogy kedd és pénteki napok között dolgozunk, tehát hogyha valaki majd a Balaton irányából tart Szabolcs megyébe haza, és Budapestet szeretné érinteni, akkor arra kell számoljon, hogy pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn nem dolgozunk Budapest felé, csak és kizárólag kedd, szerda, csütörtökön és pénteken, és ott is csak azokon a szakaszokon lesz munkavégzés, ahol jelen pillanatban is 3 forgalmi sáv adott, ebből fogunk egyet elvenni, tehát 2 sávon folyamatos lesz a haladás, és a nyárra vonatkozóan még egy hasznos és fontos információ, az pedig az, hogy augusztusban sem az M1-esen, sem pedig az M7-esen nem lesznek előre tervezett munkáink, tehát ott próbáljuk egyrészt a megnövekedett forgalmat is lekövetni, másodszorban pedig biztosítani egy picit az utazók számára a terelésmentes közlekedést. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc új műsorral, szerdán várjuk Önöket, akkor többek között a turizmussal foglalkozunk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!